következő feladat egy híres, egész világon el szokták mondani feladat. Többféle tálalásban lehet ugyanezt elmondani. Hát valamiért én itt annak idején azt a tálalást találtam ki, hogy 10 házas pár, egy házi bulin táncolgat, és hát kitalálják azt, hogy már nem mindig mindenki a saját feleségével táncoljon, hanem kisorsolják, hogy ki kivel táncoljon. Tehát mondjuk a férjek nevét kalapba teszik, és akkor minden feleség húz egy nevet, és azzal táncol, akinek a nevét kihúzta. Nos, előfordulhat az, hogy mindenki hűtlenkedik, és adta azt, hogy senki se táncol a saját párjával. Ugye? Ha úgy hozza a sors, hogy van olyan feleség, aki kihúzza a saját férjének a nevét, akkor ez az esemény nem következik be. Ha mindenki más nevet húz, mint a saját férje, akkor bekövetkezik. Tehát értelmes feltenni azt a kérdést, hogy mi a valószínűsége annak, hogy ez az esemény bekövetkezik. A dologban az a szép és érdekes, hogy be fogjuk látni, hogy ez a valószínűség már ennegyenlő 10 esetén is nagyon-nagyon jól közelíti az E számnak a reciprokát. Ez önmagában érdekessé teszi a feladatot azok számára, akik szeretik a kalkulust, és az E számmal már itt-ott, ahol találkoztak, és nem igazán számítanak arra, hogy bal számban egy ilyen egyszerűen megfogalmazott probléma kapcsán ez az E szám így előbukta. És hát maga a megoldás módszer is szép és érdekes, és ha az ember szépen tálalja, hát ez itt most az én feladatom, és önök pedig odafigyelnek, ez az önök feladata, akkor ez egy szép élményét tud összejönni. Úgyhogy akkor megpróbálom ennek a levezetését szépen elmondani. Bevezetjük az A1, A2 és A10 eseményeket, és utána ezeknek az eseményeknek a segítségével fogjuk a feladatot megoldani. Legyen az AI az az esemény, hogy az ijedik feleség a férjével táncol. Ugye valamilyen módon megsorszámoztam a feleségeket, mondjuk kor szerint vehetjük a sorszámozást. Tehát kor szerint az ijedik feleség a férjével táncol. Ez vagy bekövetkezik, vagy nem. Tehát ez az állítás egy eseményt jelent, minden ívet. És akkor bennünket az az esemény érdekel, hogy mindenki hűtlenkedik. Tehát az A1 nem a férjével táncol, az első feleség nem a férjével táncol. A második feleség sem a férjével táncol, és ezek mind-mind bekövetkeznek. Ennek a valószínűsége érdekel minket. Vegyük észre, hogy itt komplementerek metszete áll, ami a de Morgan szabály szerint ugyanaz, mint az unióknak a komplementere. És akkor alkalmazzuk azt a nagyon egyszerű valószínűségszámítási szabályt, hogy egy komplementer esemény valószínűsége egyenlő 1 mínusz az eseménynek a valószínűsége. És akkor most felbukkan itt az a formula, amiről a Poincaré szabály szól. Úgyhogy vegyük csak elő a Poincaré szabályt, és mondjuk, vizsgáljuk meg a
Poincaré formula jobb oldalán lévő harmadik sort. És ennek a sornak először vegyük ezt a tagját, vagyis kiszámolom most először annak a valószínűségét, hogy a legöregebb feleség és a második legöregebb feleség és a harmadik legöregebb feleség a saját férjével táncol. Jó? Tehát itt ezen a kis helyen nézzük csak meg. Mi a valószínűsége annak, hogy a legöregebb, a második legöregebb és a harmadik legöregebb feleség a saját férjével táncol? Nem mondtam ki, de valahogy magától értetődőnek gondoltam, és azt hiszem az is, hogy a sorsolásnál mind a 10 faktoriális lehetséges permutáció ugye egyformán valószínű, hát a kalapból húzogatás ezt garantálja, hogy nem csal senki, hanem tényleg korrektő megy a húzogatás. Úgyhogy az összes lehetséges permutációk száma ennyi. Most a számlálóba oda kell tennem a kedvező permutációk számát, vagyis azon permutációk számát, amikor az első, a második és a harmadik feleség kihúzza a saját férjét, a többi feleség pedig azt húzza, aki sikerül neki. 7 darab több van, ez 7 faktoriális darab lehetőséget ad. Úgyhogy íme 7 faktoriális per 10 faktoriális a valószínűsége annak, hogy ők a saját férjüket húzzák. Most akkor vegyük ennek a bekeretezett szummának valamelyik másik tagját, mondjuk az utolsót, az itt van előttünk. És nézzük meg, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy a legfiatalabb, a második legfiatalabb és a harmadik legfiatalabb feleség férjét húzza ki. Legfiatalabb, második legfiatalabb, harmadik legfiatalabb. Nyilvánvaló, hogy itt is 10 faktoriális van a nevezőben, hiszen annyi az összes permutációk száma. És most is 3-an vannak kijelölve, hogy ti, kedves feleségek, a saját férjeteket húzzátok, a többiek pedig csinálják azt, amit a sorshoz nekünk. Az a másik 7, itt is 7 faktoriális lehetőséget ad, tehát a valószínűségek egyenlőek egymással, és ugyanez a 7 faktoriális, mert 10 faktoriális jön ki ennek az en alatt a 3 darab tagnak mindegyikére. Tehát akkor ez a szumma itt egyenlő, en alatt a 3-szor 7 faktor per, amit 10 alatt, ugye en egyenlő 10, tehát akkor 10 alatt a 3-szor 7 faktor per 10 faktor, ami a binomiális együttható kiírása után le fog egyszerűsödni, mert kiesik a 10 faktor, kiesik a 7 faktor, és visszamarad 1 per 3 faktoriális. Tehát a harmadik sor összege 1 per 3 faktoriálissal egyenlő, és ebből remélem érezhető, hogy a többi sorra is hasonló kifejezés adható, úgyhogy kijön erre az összegre az, hogy a faktoriálisok reciprokait kell venni váltakozó előjellel, és azt kivonni egyből. Tehát akkor írom ide, 1 mínusz, 1 per 1 faktor, plusz 1 per 2 faktor, mínusz 1 per 3 faktor, látják, mínuszt kapott a kivonás miatt, plusz 1 per 4 faktor, és akkor mínusz, plusz, na most a 10 faktornál mi lesz az előjel? Hát a párosak kaptak plusz, hát akkor itt is plusz fog kijönni. Íme meghatároztuk a valószínűséget, és most még egy picit okoskodhatunk is, hogy ez a valószínűség, ez a 1 mínusz 1 per 1 faktor, 1 per 2 faktor, mínusz 1 per 3 faktor, plusz mínusz
stb. Végtelen sornak a közelítése, méghozzá itt a közelítés kisebb a váltakozó előjelek és az egyre csökkenő tagok miatt, mint az első elhagyott tagnak az abszolút értéke. Tehát 1/11 faktoriálisnál kisebb hibát követünk itt el, hogyha a véges összeget végtelen összeggel helyettesítjük. A végtelen összegnél pedig rá kell ismerni, hogy ez az éjjel mínusz 1 egyenlő 1/e-nek a sora, úgyhogy szépen ki tudtuk hozni azt az állítást, amit az elején mondtam. Ez a valószínűség nagyon-nagyon jó közelítésben az észám reciprokával egyenlő. A hiba 1/11 faktoriálisnál is kisebb, hát ez egy bődült kicsi érték, ennek lehet örvendezni, és akkor most ennek a feladatnak itt vége van.